lehet népszavazást tartani arról, hogy legyen-e több biztosító Magyarországon, vagy maradjon egy. A választási bizottság ugyanis hitelesítette egy, ahogy mondták, magánszemély kérdését, amely úgy szól, hogy maradjon-e 10 évig egy biztosító. Az MSZP szerint ez rossz kérdés, és az újabb rossz kérdés rámutat, hogy a népszavazás szabályozása is rossz. A Fidesz szerint a kormány jobban tenné, ha lemondana a több biztosítóról. Május elején Lovasberényben egyeztettek a kormánypártok az egészségbiztosítási modellről, amikor a Fidesz is megjelent transzparensekkel, a több biztosítós modell ellen tüntettek. Csinálják vissza, amit elrontottak. Most mégsem a Fidesz, hanem egy magánember kezdeményez népszavazást. A kérdés lényege, hogy 10 évig maradjon az egy biztosító. Az MSZP szerint túlságosan leegyszerűsítenek egy bonyolult problémát. Ezek inkább azt a gondolatot erősítik meg bennem, hogy egyáltalán népszavazás egész intézményét és szabályozását át kellene alakítanunk. Dávid Ibolya MDF elnök azt mondta, ők nem változtatnának a rendszeren, de a népszavazást szerintük is olyasmire használják, amire nem kellene. A politika beáll civil szervezetek vagy személyek mögé, hogy az ő alulmaradt politikai álláspontját egy népszavazáson keresztül tudja érvényesíteni. Népszavazási kezdeményezéseket nyújtunk be! A Fidesz is akar népszavazást egészségügyi kérdésről, a vizitdíjról. A biztosítóra vonatkozó kérdést azt mondják, nem tudják, hogy kitette fel, és nem mondták, hogy támogatják a kezdeményezést. Hát van egy egyszerűbb megoldás, és érdemes az egyszerűbb megoldást választani. A kormánynak el kell állni attól a szándékától, hogy bevezesse a több biztosítós rendszert. Az SZDSZ nem tud lemondani erről. Ezt Egerben mondta a párt elnöke Kóka János. Azt mondta, hogy a szolidaritás és a verseny, vagyis a több biztosító nem zárja ki egymást. Hogyha ebből népszavazás lesz, akkor meg fogjuk vívni azt a politikai csatát, aminek a végén, abban bízom, meg fogjuk nyerni. Az elképzelések szerint a több biztosítós modell úgy működne, mint az autók kötelező felelősségbiztosítása, vagyis mindenkinek kötelező a biztosítás, és a biztosítók nem válogathatnak az ügyfelek között.